értéket adunk az időnek. Szeretett testvéreim, mindannyian, ahogy itt körülnéztem, örömmel látom, hogy mi mindannyian fiatalok vagyunk. Azok is, akik már néhány nappal idősebbek. Mégis, amire mi most összejöttünk, ezt szeretném egy picit tudatosítani bennetek. Nem történik más, mint amit itt Pál apostollal kapcsolatban hallottuk, hogy szeretnénk a hitünkből, mi néhány nappal idősebbek, tapasztaltabbak, átadni nektek néhány nappal fiatalabbaknak. Mert szeretett testvéreim, minden keresztény közösség idősebbekből, középkorúakból, fiatalokból, egészen fiatalokból, mert tevődik össze, mert hát ilyen az élet, így közösség, így növünk bele egy közösségből, és így közösségbe, és így hagyunk el aztán majd az örökké valóság felé egy közösségből, így megyünk tovább. Nagymaros évtizedek óta a hit átadásának a helye és lehetősége. És egyszerűen szeretett testvéreim, szeretett fiatal testvéreim, arról van szó, ha nekünk idősebb testvéreiteknek fontos a keresztény katolikus hit, ha mi életünknek értelme Jézus Krisztus, hogyha mi az Istenben való örvendezésben találjuk meg életünk kiteljesedését, akkor erről nekünk szabad szívvel, nagy szeretettel beszélnünk kell, tanúskodnunk kell, tovább kell adni, amennyiben ez lehetséges. Kibújik belőle mindig a tanár, Hermann Hessének van egy csodálatos kis regénykéje, ajánlom mindenkinek a Szidhártát elolvasni. Én most nem mondom ennek a történetét, van egy csodálatos jelenet, a fia faképnél hagyja az apját, az apja majdnem sír és gyötrődik, hogy olyannyira szerette a fiát, és mégsem tudta megkímélni attól, hogy magára hagyja, illetve, hogy a saját útját járja. És a saját út az mindig ágasbogos, az mindig sok szenvedéssel jár. És az apának a barátja ezt mondja, szó szerint idézem, megkerülheti-e fiacskád, csak mivel szereted, mivel szívesen megóvnád a szenvedéstől, fájdalomtól, csalódástól mindezeket. Bizony, még ha 10-szer is odaadnád érte az életedet, akkor sem vehetnéd le a válláról sorsának legkisebb morzsáját sem. Kedves fiatal testvéreim, ez rátok is igaz. Mi szeretnénk átadni a hitünket, a tanúságtételünket. Szeretnénk elmondani számotokra, hogy Isten fiában, Jézus Krisztusban van az igazság, és hogy őt keressétek. De a hitnek a döntését nem tudjuk levenni a vállatokról, a ti szívetekről. Ezt nektek kell eldönteni. És kereshetitek a mi életünkben, hogy vajon a mi életünkben, a mindennapjainkban, a mindennap apró cselekedeteiben meglátszik-e az, hogy Isten jelen van életünkben. És hogyha a hitévét efelől az olvasat felől közelítjük meg, akkor ennek a mai napnak, az együtt ünneplésnek ez az üzenete. Nyisd ki szívedet, nyisd ki lelkedet, keresd az utat, az életet formáló utat ahhoz, aki út, igazság és élet. Egy képet szeretnék átörökíteni számotokra. Magam is úgy kaptam. Talán 16-15 éves, nem emlékszem rá, lehettem. Sopronban és Sopron-Kőhidán történt. Egy viharos nap délutánján a vihar kiszórta az egerész ölyveket a fészekből, azok szárnya szegetten a földre estek. A rabok, mert még a raboknak is van jó szíve és érzékenysége, felszedték a madarat, egyet,
Bekötözték a szárnyát, a vezértollait összekötötték, és odaadták édesapámnak. Tudták, hogy a fia szereti az állatokat, és gyógyítja az állatokat, és így én megkaptam ezt a törzsszárnyú egerészőjvet. Hát a környéket fölkutattam kis csurizokért, élő húsért, a zseppénzem ráment arra, hogy ennek a kis vadnak táplálékot szerezzek. És hát tudjátok, mint minden fiatal, amikor megkedvel egy állatot, egyrészt szereti, másrészt egy hét után már unja, mert etetni és gondozni kell. És akkor édesapámnak mondtam, hát ha én lennék ennek az egerészőjvnek a helyébe, én már régen elmentem volna. És akkor azt mondja apám, látod, milyen figyelmetlen vagy. Nézd meg a szárnyait. A rabok, hogy megmentsék őket, összekötötték a vezértollait. Most már biztos, hogy meggyógyult. Ha kiszabadítod, akkor el tud repülni. Vettem egy zsilettpengét, ölembe vettem a kis madaramat, kibontottam a szárnyát, és nagyon finoman, hogy meg ne sértsem, átvágtam a kötelékeit, kifújtam, kitisztítottam, még utoljára megsimogattam, és az ölemből kiterjesztette szárnyait, fölemelkedett a levegőbe, tájékozódó köröket tett, és aki Sopron környékén ismerős tudja, elment a szárhalmi erdő szabadságába, és én többet nem láttam a madaramat. Ez a kép, ennek az üzenete meghatározta az életemet és a hivatásomat. Szeretett testvéreim, nem fölösleges mesét akartam elmondani, hanem azt az üzenetet szerettem volna átadni nektek. Isten olyan csodálatos módon teremtett meg mindannyiunkat, benneteket egyenként, hogy ezeket a szárnyakat belénk szerkesztette. Ezek bennünk vannak. És az ő akarata az, hogy ezt kibontakoztassuk, mert csak saját szárnyunkon tudunk a magasba emelkedni. Csak a szabadság légterébe tudunk Isten felé, a másik felé, és hát bizonyos vonatkozásban még a magunk útja, magunk szíve felé is repülni. Ne feledjétek el, és talán nektek fiataloknak egyik legfontosabb feladat az, hogy keressétek a saját szárnyaitokat, mert azon tudtok a magasba emelkedni, az visz benneteket Isten felé. Isten nem vár mást az ő csodálatos teremtményeitől, mint az, hogy a szeretetére választ adjanak. Kedves fiatal testvéreim, mikor így együtt vagyunk az egyház közösségében, nagyon sokszor elmondjuk, és minden szentmise elején én is utaltam rá, hogy tartsunk bűnbánatot, mert hát, hogy bűnösök is vagyunk, hogy méltó módon ünnepeljük az Úr szent titkait. Én szeretném ezt a valóságot és ezt a tapasztalatot kiegészíteni azzal, hogy ne felejtsétek el, Isten szeretetből teremtette az embert. És mindegyikünk, még az is, aki egyik a másikának nem annyira szimpatikus és elviselhető, isteni vonásokkal, jósággal rendelkezik. Nézzetek egymásra, a mellettetek lévőre, és szeretetben, nyílt szemmel fedezzétek fel egymást, Isten vonásait. És ezért halt meg Jézus Krisztus szeretetből, hogy a bűneinktől megszabadítson bennünket, szabad lelkiismeretet ajándékozzon nekünk, és hogy újra helyreállítsa az isteni arcnak a teljességét lelkünkbe, a mi arcunkon. Kedves testvérek, saját szárnyakat kaptunk Istentől, ezen kell megtanulnod repülni. Úgy is fogalmazhatnám, hogy egy hangszer vagy, egy csodálatos hangszer, amelyen meg kell tanulnod játszani, és öröméneket,
és hála éneket kell játszanunk és dalolnunk az Úrnak. Fölmérted-e már azt, hogy mit kaptál Istentől, hogy aztán az életutadat ehhez szabjad, ez határozza meg. Hol keresed önmagadat? Kint vagy szíved mélyén? Másutt vagy lelked mélyén? Engedjétek meg, hogy befejezésül két gondolatot, két jó tanácsot adjak számotokra. Idősödő testvérként mondhatom Ágoston egyházatjával együtt, ó szépség, így szólítja meg vallomásaiban Istent. Én téged sokáig kívül kerestelek, és te belül voltál. Kedves fiatal testvéreim, nagy a kísértés, hogy a szerető Istent kívül keressük. Ti azonban keresztények vagytok, és tudnunk kell az Úrtól, tudnunk kell Ágostontól, tudnunk kell a keresztény hagyományból, hogy a szerető, a teremtő és a megváltó Isten ott van benned. Aztán, ha mégis kívül tájékozódsz, akkor hadd mondjam neked azt, Jézus azt mondta, hogy a jó fa jó gyümölcsöt hoz. Azokat a fákat keresd, amelyek jó gyümölcsöt kínálnak neked. És én még hozzátenném ehhez a jó tanácshoz a Zsoltárosnak a csodálatos emberi bölcsességét, és erre ma nagyon vigyázzatok. Egy szép fohász, Istenem, ments meg azoktól, akik mindent ettől az élettől várnak. Ez a mi életünknek is nagy kísértése. És akkor ne feledjétek, testvéreim, Nagymaros a hit évében egy lehetőség arra, hogy meghívunk mindenkit arra az útra, amely maga Jézus Krisztus, amely új út, amely mindig időszerű a szeretetben. Isten mindig fiatal, és öreget és fiatalt újongóvá és örvendezővé tud tenni. És Isten úgy teremtett meg téged, hogy a szárnyaidat szeretné, hogyha használnád, hogyha a szabadságban feléje röpülnél. És amikor röpülsz, amikor a magasságokat keresed, ne felejtsd el soha, Isten ott van benned, mert ó szépség, hiába keresünk téged kívül, ha te bévül a mi szívünkben vagy. Amen. Boom TV. Értéket adunk az időnek.